Every day I wake up full of wonder. One more chance at a promising day. And I always say, what a wonderful life. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, and I think to myself, what a wonderful world. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Aki szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Amen. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott az ő tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztségnek sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatott minden hatalom, menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Engedjétek meg, hogy még egy ige szakaszt hadd olvassak fel, mely szolgálatom alapigéjéül is szolgál majd a Lukács evangéliumából, a 9. fejezetnek 46. versétől a 48. versig a következőképpen. Azután vita támadt a tanítványok között arról, hogy melyik a legnagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította. Majd ezt mondta neki, aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájótok között, az az igazán nagy. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, szeretett szülők, keresztülők, e 12 tanítvány, aki az Úr Jézus körül van, látja Jézus Krisztusnak azt a hatalmát, melyel könnyedén parancsol a betegségek és a démoni erő felett. E 12 tanítvány látja azt a teremtő erőt, melyel az Úr Jézus Krisztus megszaporítja a 2 halat és 5 kenyeret, melyel aztán megvendégel 5000 embert. E 12 tanítvány látja azt a rajongó és lelkes tömeget, melyet csodálatra szomjazik, ezért állandó jelleggel ott van a Mester nyomában. És mi pedig mit látunk mindenből ezen az igény keresztül? Látjuk azt, minthogyha a tanítványok megirigyelték volna Jézus Krisztustól azt a népszerűséget, melyre ő cseppet sem szomjazott, melyből ő cseppet sem kért. Azon kezdenek el vitatkozni a tanítványok, hogy ki a legnagyobb közöttük, akiket az emberek majd jobban szeretnek, akik Jézus Krisztus mellett ott ülhetnek, amikor eljön az ő uralmának, uralkodásának az ideje. Ősi vágy az ember szívében nagyjá lenni, megmutatni a világnak, hogy én vagyok valaki, hogy én nagy dolgokat értem el. Ifjú korban nagyon erőteljesen ott lüktet a mély érzés a legtöbb ember szívében. Sőt, már gyermekként is megszületik ez a vágy. Hogyha most megkérdeznénk az itt lévő gyermekek közül, vagy 10-et,
arról, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, akkor biztosan, hogy a gyermekek többsége azt válaszolná, hogy főnök. Talán polgármester, talán igazgató, és talán lenne olyan bátor, aki azt mondaná, hogy én elnök szeretnék lenni. Nagyok akarok lenni. És az ifjú ével világot meghódítani kívánó erővel futunk neki minden napnak. Ezt látva kimondhatjuk, van némi hasonlóság köztünk és a tanítványok között. Jézus valószínűleg távolabb állt, amikor ők vitatkoztak, de távolról is felismeri az Úr Jézus az ő tanítványainak szíve vágyát, és nem elkezdi őket megfedteni, hanem ehelyett szelíden és alázatosan próbálja őket tanítani. A lecke címe, hogyan lehetek igazán naggyá. Jézus tanít erről. Az Úr Jézus nagyon gyakorlatias módon tanít. Kézen fog egy hozzá legközelebb álló gyermeket, majd így szól. Aki befogadja ezt a kis gyermeket az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az azt fogadja be, aki engem elküldött. Nem tudjuk, hogy milyen idős volt ez a gyermek, aki Jézus kézen fogott, és a tanítványok elé állított. Nem tudjuk azt, hogy egészséges vagy beteg volt, de ezzel egyértelművé tette Jézus, hogy igazán naggyá akkor lehet az ember, hogyha befogadja azt, akit ajándékba kapott tőle. Befogadja el egy ilyen picin gyermeket az ő személyében. Egy ilyen picin gyermeket, melyet most ti is a karatokban tartotok. Velem fogjátok megcselekedni, mondja a mi Urunk. És mi kellett a családba befogadni egy gyermeket az Úr Jézus Krisztus nevében? Mindenképp felelősséget, mindenképp gondoskodást is szerzetet. Ha az Úr rátok bízta ők, akkor felelősek vagytok testi és lelki épségért. Hogyan és miként gondoskodtok róla, hogy a számára a legjobb legyen? Milyen formában a tanítással rámutat arra, hogy akkor tud valaki naggyá lenni, akár egy család, akár egy nemzet, hogyha nem egyet fogunk befogadni e kicsinyek közül, hanem jóval többet, hiszen a gyermekáldás. A zsoltáros azt mondja, hogy az anya még gyümölcse jutalom. Kérdezem én, nem kell nekünk az áldás? Megelégszünk az egyel, hogy legyen még időnk élni? Legyen még időnk nagyra törni? Önmagunkat megvalósítani? Minél több gyermeket fogadunk be Jézus nevében, mi annál nagyobbak leszünk. Lehet, hogy nem a világ szemében, de mindenképp az Isten előtt. De ha egyedül akarunk naggyá lenni, akkor elveszünk mi is, és elvész a mi nemzetünk. Hiszen azt, hogy Isten meg akar tartani bennünket, de ahhoz vállalnunk kell a felelősséget. És nektek mondom most, kedves szülők, vállalni kell. Ha az Úr megengedi, akkor a második és harmadik gyermeket. A gyermek nem teher, hanem áldás. Sok vidám nap elé néztek, hiszen gyermek érkezése boldogságot hoz, nem csupán a szülő, hanem az egész család életébe. Neveljétek hát őt Isten félelmében, hitben és szeretetben, emberek előtt való kedvességben. Amen. Most pedig arra kérlek benneteket, kedves itt álló szülők és keresztülők, hogy valljátok meg egy gyülekezettel együtt, elmondván fennhangon a mi hitünket, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Élettől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalla és eltemetteték, száll alá a poklokra,
harmadnapon halottaikból feltámada, felvéve a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan hiszen eljövendőnk ítélni eleveneket is voltakat. Hiszek szent életben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek hát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzáfordulok most Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy ők hitben neveljék. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Ígérjük. Isten adjon erőt a mi fogadalmunknak megtartásához. Jöjjetek ehhez, hívjuk segítségül az ő nagy és dicső nevét. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyék, Atyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyja életét, és épségben segítetted a világra a kisgyermeket. Áldott légy azért, hogy ezt a kisgyermeket eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, a Szent Keresztség sákramentuma által. Kérjük, őrizd meg a gyermek testi, lelki épségét. Adj testi, lelki erőt a szülőknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt felnevelhessék. Légy áldott Urunk az Anya Szent Egyházért, Krisztus testéért, melynek tagjait íme a mai napon is szaporítottad. Jövj el, Szent Élek Isten, légy velünk minden napon. Amen. Bence, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Bence, így szól most az Úr, a te teremtőd és a te formálód. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el téged. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng meg nem éget téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te szabadítód. Amen. Most pedig a szülőket kérném, hogy a mai napon emlékül fogadják el tőlünk a keresztelési emléklapot, majd pedig azt az ajándékot, melyet a reformáció évének 500. emlékéve kapcsán készítettünk a család számára. Forgassátok és olvassátok buzgón a benne lévő szentírás, használjátok egészséggel mindezt, amit benne van az urányban. Mielőtt tovább mennétek egy gyülekezetből, kérek benneteket, hogy maradjatok velünk mindaddig, amíg a gyülekezet és az Úr áldását fogadja. Erre készülve énekeljük együtt hitvalló énekünket, mindig velem, Uram, mindig velem.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felénk orcáját az Úr, és adja mindenkor az ő békességét néked. Amen. Foglaljuk helyet, testvéreim, és az áldás követően most hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretett gyülekezet, hirdetem szeretettel, hogy a házi bibliórákon megszokott rendben is időben. Heaven only knows where you've been, but I don't really need to know. I know where you're gonna go. On my heart, where you're resting your head, and you just look so beautiful. It's like you were an angel. Can I stop the flow of time, or can I swim in your divine? 'Cause I don't think I'll ever leave this place. Oh, turn the lights down low. Yeah, now I'm feeling you breathing slow. 'Cause baby, we're just reckless kids, we're trying to find an island in the flood. Oh, turn the lights down low. I can see it in your halo. Have you ever dreamt what we could do? Have you ever sent an I love you? I've never felt the feelings that I feel for you. So maybe we could make a we of me and you. I'ma treat you right tonight, let's make it last forever. I promise you that no one else will ever treat you better. And if you Thank you.
A legnagyobb vagyok, hiszen a neved a boldogság, mely örökké kísérje. A mai naptól megnyílhat a bizalmad a Jóisten hitében, hiszen a Teremtő feladatot adott neked, hogy ha nagy leszel, mindig nyitva tart a szemed. Hogy meglásd, milyen csodás élni, és ha hiszel majd, megtudod, hogy sosem szabad félni. Cseperedj fel szépen, kereszténységben, lásd csodát a világban, halld meg az igazságod édesanyád szavában. A szüleid kikoltalmaznak és vigyázzák lépteid, a Jóisten, ki egyengeti utad és megszépíti életed éveit. Kívánok neked örömet, és legyél jó kisgyerek, és ne őrizd meg anyádat és apádat, ha lehet. Az a felé már nem fog így menni. Jobban. Úgy fogja, mint a magnum. We got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Our language, they say we're too savage, yeah, no.
What they don't know, no, 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 is we don't care. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride.